Sziasztok, ez itt a Garrison, ami helyőrséget jelent. Ezt eddig nem tudtam, szóval pluszpontok Kristen David Kleinnak, amiért gazdagítja a szókincsemet. A kezdés egy kicsit nehéz lehet, de van egy konzisztens stratégiám, mégpedig az, hogy ezen az egész tucatnyi ellenfelen átfutok. És itt megszerzem a Super Shotgun-t. Ami után már sokkal egyszerűbb lesz az egész pálya. Piros kulcsot úgy tudjuk majd megszerezni, hogy ide teleportálunk. Mi? Ja! A mennyezet elnyomta a fén elementőt és egy kicsit bebagozódott. Csodálatos. Hát de legalább a Lost Soul-ok nem fognak engem viccet kapni ezután. Aktiváljuk ezt a kapcsolót. Nem tudom, hogy mire jó, de az biztos, hogy nem árt. Itt van a pálya első titkos helye. És ide teleportálunk, ahol az impek voltak elrejtve. Hogyha pedig ezt a teleportot használjuk, akkor ide jutunk, és felszedjük a piros kulcsot. Na. És az a sok ellenfél még mindig itt van. Most már legalább van fegyverem. A pain elementallel most még nem foglalkozok. Egyszerre sikerült három. Ez ritkaság. Itt úgy tudtok tovább haladni, hogy ezt a kapcsolót aktiváljátok. Amire én nehezen jöttem rá, mert azt hittem, hogy a lifthez van köze. Amiért ott van. Előbb még kiszedem. Nem spónoltak Lost Soul-ok. Tökéletes. Rakétavető. 1, 2, 3, 4 BFG, hogyha jól számoltam. És mostantól elég egyszerű lesz a pálya, hogy most már ennyi fegyverzetünk van. Erre van egy csomó imp. De ennyi az egész. Ha jól láttam, az a Kekodémon is egy kicsit beleglitchelt a falba. Lehet, hogy rosszul láttam, de az is lehet, hogy egyszerűen csak a játéknak ma eléggé glitcheskedve van. Ha jól hiszem, akkor most már meg tudom szerezni a kék kulcsot. Igen, az egyik kapcsoló, amit ott a teleport után aktiváltunk, az lehozta. És most jöhetünk erre. Jó sok ellenfél volt itt. De mivel megvan a BMG-nk, ezért mostantól már tényleg semmilyen kihívás nem lesz. Ó, és sikerült. Itt lejöhetünk, de hogyha egyszerűen csak leesünk azon a részen, akkor kapunk egy Mega Armort. Bár olyan egyszerű most már ez a pálya, hogy sokat nem számít. És valamikor szereztem egy Berserkert is. Azt is használhatjuk már. Vagy akár a láncfűrészt is. De szerintem ez gyorsabb. A sárga kulcsot elég nehéz megszerezni. Csak így lehet, hogy ide átfutunk és innen leesünk. Ezen a pályán van pár olyan pillanat, amire eléggé nehéz rájönni. És itt is egy titkos hely. Szintén nem jelezte a játék, hogy ott lenne az. Egyszerűen csak végig kell tapogatnunk a falat.
és mostantól akár már ezekre a nagyon kis ellenfelekre is használhatjuk a BFG-t, annyi abbót kaptunk. És már itt is vagyunk a pálya végén. Ezek voltak az utolsó ellenfelek. Visszateleportálhatunk ide. És újra ugyanezt az utat tegyük meg. Csak most ne essünk le. Kapunk egy plazma fegyvert, ami nem számít, mert volt már egy BFG-nk, és az úgyis erősebb. És ez is a pálya vége már. Négy oldalon kapcsoló, de nincs itt titkos hely már. Mindegyik csak a pálya végét jelzi. Mennyi idő alatt sikerülhetett? Kicsit kevesebb, mint 6 perc. És hogyha siettem volna, akkor még kevesebb is lehetett volna. De az előző pálya végén mondtam, hogy azzal az volt a baj, hogy a végére egy kicsit egyszerű lett, és ennél a pályánál is ugyanaz a baj. Annyi plazmát ad a pálya, hogy a végén igazából egy csomó Mancubust is, Baron of Hell-t is berakhatott volna. Ehelyett az egyetlen egy erős ellenfél az ott egy Kekodémon volt, és az viszonylag nem egy nehéz ellenfél. A rakétavetőből is rengeteget kaptunk, azt se kellett volna használni igazából, szinte sem ennyit. A pálya dizájn az maga jó, csak úgy érzem, hogy több ellenfelet is el lehetett volna ráhelyezni. Egyébként a játékmenettel nincsen bajom. Csak az, hogy van pár rész, amire nagyon nehéz rájönni, például a titkos helyek, illetve a sárga kulcs egy kicsit. Hát az első tippem az lett volna ott is, hogy egy kapcsolót meg kell találni, amivel lehozzuk a sárga kulcsot, de nem, egyszerűen csak át kell szaladni. És azt már mondtam, hogy az egyik másik helyet se találtam meg hamar. Mivel a lift mellett volt a kapcsoló, ezért azt hittem, hogy ahhoz van valami köze, de nem. Egyébként meg ez se egy rossz pálya, csak átlagos. Szerintem nem tartozik így a jobbak közé. Na de ennyi is lett volna a Garrison. Most már csak két pályája van hátra Kristen David Kleinnak. És azután kezdődhet a kollekció neheze. Hogyha érdekel titeket, akkor írjátok meg, mert főleg Cranium pályáira most nem érzem magam nagyon motiváltnak. Jim Flynn az még nem olyan rossz. Na de, addig is, sziasztok!